No, tehát ezeket a növényeket fólia konténerbe kezdik növeszteni. Az alanyt egy ilyen agyagos talajba teszik, ugyanis a Mediterránumban ugye nagyon meleg van, és az agyag nagyon jó tartja a vizet. Erre oltják rá, ezt át kell ültetnünk, mert most már a gyökérzet ezt teljesen benőtte, és egy új edénybe kell tennünk. A fólia konténert el kell távolítanunk. És kitűnően látszanak a gyökerek. A gyökérzetet fel kell szabadítani, hogy az új talajba szépen tudjanak fejlődni a gyökerek. Az pedig akár egy étkezési villával, ami ugye minden háztartásban előfordul, szépen kiszabadítjuk, és minél több ilyen agyagot eltávolítunk, annál jobb, mert ugye előfordul, hogy túlöntözzük a növényt azért, mert nem látjuk, hogy mi van a talajban. Azért arra ügyelünk, hogy a gyökereket nagyon meg ne sértsük. Tehát így látható, hogy amennyit csak el lehet távolítani, eltávolítunk. Fogunk egy üres edényt, ennek az aljába körülbelül egy ilyen 3-4 centi friss földet teszünk. Belehelyezzük a növényt. A nagyon lényeg az, hogy a talaj nedves legyen. Tehát a citrusokat átültetéskor nem locsoljuk be, mint a hazai növényeket, hanem erős föld, vizes földnedves talajjal ültetünk, ugyanis amikor végeztünk az átültetéssel, akkor eltesszük félárnyékos helyre, hogy szépen a meleg ne szárítsa ki a talajt rögtön, hanem elkezdődik a gyökérfejlődés. Nem műtrágyázunk. Nem műtrágyázunk, addig nem locsolunk, amíg a növény nem mutatja, hogy szüksége van a vízre, és körülbelül 2 hét után lehet majd műtrágyázni. Tehát ez így nagyjából készen is van, és mehet az árnyékba.